Üdvözlöm nézőinket! Mai adásunk témája, ahogy évről évre szokott ez ismétlődni, kíváncsian várjuk, hogy milyen idén Zuglóban a felelős hajléktalan ellátás. Köszöntöm a Mirai Vallási Közhasznú Egyesület két képviselőjét, Váli Szilvia szakmai vezető stúdiónkban és Karli Roland utcai szociális munkást. Tavaly beszélgettünk egy évvel ezelőtt, kíváncsian várjuk, hogy mi történt tavasszal, nyáron, illetve mit tehetünk mi felelős zuglói polgárok a hajléktalanokért, illetve önök hogyan működnek, segítik kerületünk lakóit. Köszönjük szépen a meghívást. Zuglóban most a hajléktalan ellátás, hála Istennek, az utcán élő hajléktalanoknak a száma folyamatosan csökken. Ezért most már ez egy elmúlt két évben ez egy csökkenő tendencia. A kialakult járványügyi helyzet, ugye, ami az egész világon most jelen van, tavasszal, nyáron, hál' Istennek mi ezt elkerültük, tehát nem volt semmilyen fertőző beteg nálunk, de most ősszel sajnos nálunk is megjelent az intézményben a COVID pozitivitás. 9 ellátottunk lett COVID pozitív, akiknek kórházi kezelésre volt szükségük. Az utcán élő ellátottak körében még nem tapasztaltunk ilyet. Nagyon odafigyülünk arra, hogy az ellátottakat is buzdítsuk az oltásnak a felvételére. Elmondhatjuk, hogy akár az utcán, akár az intézményeinkben az ellátottaknak a 95%-a oltott. Ó, ez nagyon jó arány. Igen. Nagyon meglepő, mert az utcán élő hajléktalanok is egyébként nagyon félnek a vírustól, és nagyon együttműködőek ebben a témában. Roland, ön mit tapasztal utcai szociális Hát igazából én is az oltáshoz tudnék hozzáfűzni annyit, hogy az elején nagyon óckodtak tőle az utcán élő hajléktalanok, de aztán így közösen felvettük a kapcsolatot a házi orvossal, és szó nélkül maguktól mondták, hogy igen, akkor beoltatják magukat, és végül tényleg nem is regisztráltunk így az ellátotti körünkbe pozitív hajléktalant, úgyhogy és szerintem ez pozitív, hogy egy idő után beismerték azt, hogy mert a tavalyi témánk pont az volt, hogy úgy voltak vele, hogy ők szinte el se kaphatják, mert nagyobb az immunitásuk, meg az utcán élnek, az immunrendszerük jobban bírja, de aztán mégis beoltatták magukat. Igen, azt gondolom, hogy felismerték ennek a kockázatát, mert bár hiába az utcán élnek, de azért tájékozódnak akár a sajtóból, a rádióból, hiszen azért bejárnak a melegedőbe is hozzánk, és ott ugye lehetőségük van nekik akár a híradót megnézni, az újságokat elolvasni, és teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen mutatókat mutat ez a járvány. Hogy derült ez ki, hogy megjelent az önök intézményében is a COVID? Az egyik ellátott az egyik nap nem érezte jól magát, megmértük a hőmérsékletét, magas láza volt, elkülönítésre került, kapott lázcsillapítót, mert ez egy hétvégi nap volt, egy vasárnapi nap, kapott lázcsillapítót, jobban is lett, de másnap reggel elküldtük őt a házi orvoshoz, hogy vizsgáltassa meg magát, ott megint lázas volt, csináltak neki egy gyors tesztet, ami pozitív lett, és akkor így leszűrtük utána másnap a bent lakó ellátottakat, és hát 9 pozitív eset lett. Hozniuk kellett-e önöknek is újabb szigorításokat akkor ezek után, vagy a protokollba új elemeket beépíteni? Hát újabbokat nem, mert már nyár óta igazándiból nálunk kötelező a maszk. Tehát, hogy mind az ellátottaknak, mind a dolgozónak kötelező a maszkviselése, 2 óránként mérjük a hőmérsékletüket, illetve ahogy kimennek az intézményből és visszajönnek, rögtön fertőtlenítjük őket, illetve a bent lévő ellátottaknak is minden étkezésnél, illetve minden illemhely használat után fertőtleníteniük kell a kezüket. Tehát, hogy erre nagyon odafigyelünk. Tavaly szóba került szintén, ugye közeledik a karácsony és előtte a Mikulás, hogy akkor is egy kicsit szigorúbban, de hogy készülöttek, vajon akkor idén mi várható? Idén is készülünk, nagyon várják. Ugye jövő héten lesz most már az első adventi gyertyagyújtás. Jövő héten fognak közvetlen például az intézményben adventi koszorút készíteni, illetve ők már jövő hét hétvégén fel is díszítik a fenyőfát. Mi az első gyertyagyújtásánál már ezt közösen felszoktuk velük díszíteni a fát, hogy egy picit tovább élvezhessék a karácsonynak ezt a légkörét, ezt a hangulatát.
Úgyhogy minek jövő héten ezt elkezdjük, lesz Mikulás ünnepség, ugyanúgy, persze egy kicsit szigorúbban, tehát ezeket a járványügyi szabályokat be kell, hogy tartsuk, de minden ugyanúgy lesz, mint ahogy tavaly is volt, igen. Már az utcán is mondták, hogy ha lesz Mikulás ünnepség, bár nem tudták pontosan, hogy lesz-e vagy nem, mert tanakodtak a vírus miatt, de mondtam, hogy ha lesz, akkor jelezzük fel ők, és akkor ők is jöhetnek. Tavaly is szóba került, hogy adományokat elfogadnak-e, várnak-e idén, hogy állnak ezzel? Igen, elfogadunk adományt. Elsősorjában, hogyha lehetséges, akkor tartós élelmiszert. Itt olyasmikre gondolunk, hogy csokoládé, 3-1-ben, dohányáru, neszkávé, készételkonzerv, vagy ilyen löncskonzerv, májkrémkonzerv, tehát elsősorban ilyen, illetve az utcára esetleg, hogyha hálózsák, illetve takaró. Még a pokróc is. Pokróc, takaró, hálózsák, akkor ezeket nagyon szívesen fogadjuk. Ruhát sajnos most nem tudunk átvenni így a járvány miatt. Ezeket könnyen le tudjuk fertőtleníteni, de ugye a ruhákat át kellene mosni, kifertőtleníteni, és ez nagyon nehéz, ezért azt most nem fogadunk. Mi lenne az, amit még így fontos lenne megosztani a nézőinkkel? Talán aki még most látja a műsorunkat először, hogy milyen intézményekről beszélünk pontosan, és hol kiket fogadnak. Zuglóban 2 intézményünk van, az egyik a Cserei utca 10 szám alatt. Ez egy 150 férőhelyes hajléktalanok nappali melegedője. Reggel 8-tól este 6 óráig működik a nappali melegedő, majd este 6 órakor újból egy fertőtlenítő takarítás után megnyit, és másnap reggelig 8 óráig van nyitva, időszakos férőhelyként. Éjszaka 50 ember tudunk ellátni. Az Ilka utca 8 szám alatt működik az éjjeli menedékhelyünk. Ez egy 40 férőhelyes intézmény. 34 férfi és 6 nő elhelyezésére van lehetőség. Csak tüdőszűrőt kérünk az intézménybe való belépéskor, nem kérünk fertőtlenítő papírt, mint idáig, mert ugye most a COVID miatt a fertőtlenítő állomások is csak szükség szerint fogadnak ellátottat, illetve az utcai szociális munkások tudnak odavinni ellátottat. Úgyhogy ez a két feltétele van, illetve az utcai szociális munkát végezzük Zuglóban, úgyhogy ha bárki utcán Zuglóban hajléktalant lát, akkor van nekünk egy 7333-6610-es telefonszámunk, ezt 0-tól 24 óráig lehet hívni, és nyugodtan hívjanak bennünket. Roland, önnek az utcán melyek a tapasztalatai? Többen élnek kint az utcán vajon? Vagy, ahogy említették, tényleg kevesebben, és vajon ennek mi lehet az oka, hogy vidékre költöznek, vagy ne talán meghalnak? Vagy? Hát, ahogy megjelent a vírus, amint kihirdették a korlátozásokat, akkor azért sokan elmentek a rokonokhoz, vidékre, vagy esetleg a városba is, de akkor is rokonokhoz mentek el. Intézményekbe most, is. Igen, intézményekbe is. Most nagyon, hogy jönnek be az intézményekbe is, de van olyan, aki csak például tisztálkodni jár be, de úgy most az utcán élő hajléktalanok száma, hogy azt mondom, hogy állandó. Szóval nem nő, nem csökken, olyan állandó. De ezek az emberek, akik most jelen pillanatban Zuglón utcán élnek, ezek elég jól felszereltek, tehát hogy vagy lakókocsiban, vagy bungallóban, vagy autóban, tehát hogy eléggé felszereltek. Pár olyan ember van, aki sajnos így házak aljában, matracokon élnek. De azokat rendszeresebben is látogatjuk, mert hát muszáj. Ja, igen, hogy a lakosságot is zavarja, hiszen a házak alatt, mellett, bejáratánál éjszakáznak, ugye oda végzik dolgukat, szemetelnek, tehát zavarja a lakosságot. Próbáljuk őket meggyőzni arról, hogy intézménybe helyezzük őket, de hát azért ez nem könnyű. De már idén volt pozitív tapasztalat, amikor igazából magától mondta, hogy szeretne intézménybe, és sikerült el is helyezni, szóval, hogy pedig még csak most kezdődött a krízis. Igen. Ja, mert hogy azt gondolnám, hogy lehet, aki évek óta kint élőt pont amiatt nehezebb, mert azt mondja, hogy eddig is kibírtam, és úgy már megvan, hogy ő hogyan éli túl,
hogyan szervezi a mindennapjait? Igen, ez így van egyébként, hogy annál nehezebb őket elhelyezni, minél régebb óta már az utcán vannak, de azért, ha vesszük a miskolci csömöri sarkot, hogy ez egy tíz éven át fennálló probléma volt, és sikerült megszüntetnünk, és hogy ott egyetlen egy hajléktalan sincsen most már 2 éve, azért az is azt gondoltuk, hogy az egy örök életű dolog lesz ott, és mégiscsak sikerült. Tehát, hogy azért történnek olyan dolgok az életükben, ami rá kényszeríti őket, hogy változtasson, akár egy olyan egészségi állapot, egy olyan betegség, vagy egy olyan családi katasztrófa, ami rá kényszeríti őket, hogy változtassanak. Itt is ez történt. Van-e még egyébként olyan hely itt Zuglóban, ahonnan kapnak jelzést, és... Természetesen, tehát azért működik a jelzőrendszer, akár az önkormányzattól, a polgárőröktől, a kerületi rendészettől, a családsegítőtől, a lakosságtól, tehát szokott bejelentés lenni, és akkor ezeket minden esetben kimegyünk, és akkor megnézzük, sőt vissza is szólunk annak, aki jelezte felénk a hajléktalant, hogyha lát. Ó, ez nagyon jó. Mit lehet tudni a férőhelyekről, hogy elegendő? Én azt gondolom, hogy elegendő lesz, igen. Hál' Istennek még nagyon, azt lehet mondani, hogy még nagyon jó az időjárás, nincs az az igazi hideg, ugye. Még csak ilyen 80%-on vannak az intézményeknek a kihasználtsága, tehát van hely, úgyhogy elég lesz. Melyek azok a magatartási formák, amelyek nem a leghelyesebbek, és fontosnak tartanak megosztani a nézőinkkel, hogy na ez biztos, hogy ne tegyék, hogyha hajléktalant látnak, hanem mit csináljanak. Hát ami nagyon fontos, hogyha hajléktalannal találkoznak, akkor hívjanak fel bennünket, hogy fel tudjuk velük venni a kapcsolatot, mert azzal, hogy elkezdenek nekik élelmiszert, főttételt, mindenféle dolgot oda hordani, azzal nem azt érik el, hogy kedve legyen neki intézménybe elhelyezkedni, hanem tartósítjuk ott, és ugye ez a lakosságnál mindig konfliktust okoz, mert ugye az egyik fele segít neki, a másik fele meg nem szeretné ott látni, meg hát nem is, azt gondolom, hogy egy embernek nem az utcán a helye. Tehát mindenkinek van joga a lakhatáshoz, úgyhogy ilyen esetben mindig hívjanak bennünket, hogy tudjuk őt a megfelelő intézménybe szállítani, vagy elvinni, vagy elküldeni, vagy javaslatokat tenni neki, hogy mi lenne az a megfelelő hely, ahol ő el tud menni. Bár most már ez a tavalyhoz képest például lecsökkent ennek a száma, de még azért idén is találkoztunk hasonló esettel, ahol pontosan azért nem jött mondjuk velünk az illető, mert azt mondta, hogy neki mindene megvan az utcán, étel, ital, és így nem szorul rá az intézményre. Igen, meg talán ez a lakók között is feszültséget szülhet, hogy egy részük így gondolkodik, másik egy idő után biztosan. Ami nagyon fontos, hogy azt tudni kell, hogy a nappali melegedőben mindent megkapnak. Tehát ott lehetőség van étkezésre, mosásra, szárításra, fürdésre, tisztálkodásra, ruházat pótlására, és ehhez az intézmény mindent megad. Tehát a mosáshoz a mosószert, a szárítógépet, a reggelit, a meleg ebédet, a ruhapótlást, a tisztálkodáshoz biztosítunk mindenféle tisztálkodási szert, tehát hogy az intézményekben minden olyan dolgot megkap, amire neki szüksége lehet, illetve ott van a szociális munkás, aki tud neki segíteni a szociális ügyi intézésben, akár a családjának családjával, hogy a kapcsolatot fel tudja venni, vagy munkahelykeresésben, bármiben. Hát a kapcsolattartás az utcán is ezért fennáll, mert amikor kimegyünk hozzájuk hetente többször, akkor tőlünk van nálunk egy szolgálati telefon, amin a bejelentést is kapjuk esetleg, és ezt oda tudjuk nekik adni, és olykor azon keresztül tartják a kapcsolatot a rokonokkal, családtagokkal. Illetve akiknek van telefonjuk az út és utcán élnek, ők tudják az utcai szociális munkások számát, és ha például bármi olyan rendkívüli helyzet van, vagy bajban vannak bármi, akkor tudják őket hívni. Sajnos volt is most erre példa, hogy az egyik, hogy nagyon rossz egészségügyi állapotban volt, bekerült egyik pillanatról a másikra, és segítséget kért, ment a kollega, hívtak mentőt, kórházba is került. Tehát, hogy azért jó ez a nagyon szoros kapcsolattartás velük.
Igen, és ráadásul pont egy olyan személyről volt szó, aki nem feltétlen keresett mindig mindennel minket, és mégis ilyen helyzetben minket hívott, úgyhogy ez pozitív. De manapság már az is jellemző, csak egy sima kérdéssel, hogy hová tartoznak esetleg a házi orvos, az hova menjenek, ha kicsit rosszul érzik magukat, ilyennel is felhívnak, és ennek örülünk, mert legalább számítanak ránk, és így esetleg gondosabb kérdésekbe is hozzánk fordulnak. Így van. Ezeket örömmel hallom, és tényleg azt gondolom, hogy minden zuglói számára megnyugtató lehet. Egy kicsit beavatnának minket itt a Mikulás és a karácsony titkaiba, hogy hogyan történik ez felnőtteknél, és hogy ők is tényleg ugyanúgy várják, és készülnek. Igen, 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 nagyon várják. Fog majd jönni hozzánk pár iskolás gyerek, akik a krampuszok is lesznek, illetve ők ilyenkor el szoktak szavalni pár verset. Az egyik kollégánk szokott lenni a télapó, és név szerint szokta kiosztani nekik a Mikulás csomagot. A szociális munkások szoktak írni egy-két mondatot minden ellátottról, hogy még a nevét sem mondjuk ki, hanem hogy magára ismerjen. Természetesen olyan tulajdonságokat, amikből magára ismer. És hát a Mikulás csomagoknak is az összeállítása, az olyan dolgok, tehát olyan dolgok kerülnek a Mikulás csomagba, amiknek ők nagyon örülnek. Tehát nem, tehát csoki, kávé, cigi, zokni, fogkrém, fogkefe, tehát hogy olyan dolgok, amiket esetleg ők nem tudnak megvenni, de így nagyon örülnek nekik. Tehát, hogy nem a klasszikus Mikulás csomagot kapják, hanem általunk összeállított Mikulás csomagot, és nagyon, nagyon várják, és nagyon örülnek neki. Karácsonykor is ugye közösen díszítjük a fát, ők csinálják az adventi koszorút, az egész intézményt a dolgozókkal közösen díszítik föl minden évben. Karácsony napján mindig van beigli, sütemény, tehát hogy akkor ki szoktunk választani egy filmet, amit ők választanak, és akkor azt este meg szoktuk velük közösen nézni. Úgyhogy nagyon várják, nagyon várják. Vannak, akiknél vannak, tartjuk a kapcsolatot a családdal, és akkor föl szokták aznap hívni őket, vagy szoktak, van olyan ellátottunk is, akinek a család szokott csomagot küldeni, és akkor azt megkérjük, hogy csak karácsonykor adjuk oda, és akkor adjuk. Úgyhogy hát ez ilyen nagyon családiasan működik nálunk, de nagyon, nagyon szeretik, és nagyon várják. Hány ember, ennyi az a kis törzs maga, akik úgy tényleg egy jó csoportot alkotnak önöknél? Hát ez egy olyan 40-50 fő, egy állandó, akik napi szinten ott vannak az intézményben, és velünk vannak. Ugye, hát, és hát a többi is, ugye, csak hát nagy az átmenő forgalom, mert például van, aki csak ebédelni jár hozzánk. Tehát nem tölti ott az egész napját. De egy 40-50 fő az, aki szinte egész nap ott van, és ott is tölti mondjuk az éjszakáját is. Akkor ő közöttük feltételezem, hogy szövődnek barátságok is, meg talán ugyanúgy próbálnak egymásnak segíteni. Igen, 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 nagyon összetartóak. Most, hogy sajnos ugye volt ez a COVID pozitivitás nálunk, ott is nagyon együttműködőek voltak, meg amikor például jöttek, mert ugye már ebből a 9 emberből már 4 visszakerült hozzánk a kórházból, még a többiek kórházban vannak, és hát volt, akire ugye el kellett mennünk, és akkor ők mentek el eléjük a kórházba, hogy segítsenek a csomagot hozni esetleg nekik, vagy kaptak ugye egy gyógyszert még, és akkor elmentek a gyógyszertárba kiváltani neki, tehát hogy nagyon, nagyon segítőkészek egymással szemben. Ó, ezt is örömmel hallom. Ugye a műsoridőnk végéhez közeledve melyek lennének azok a legfontosabb információk, amikre felhívnák nézőink figyelmét? Hát az egyik az, hogy ha zuglóban ugye hajléktalant látnak, akkor hívják az utcai szociális munkásoknak a telefonszámát, illetve a Cserei utcai nappali melegedőt is nyugodtan lehet hívni, mert ugye 0-tól 24 óráig nyitva tart. Illetve ha segíteni szeretnének, akkor a segítségüket akkor a Cserei utca 10 szám alá tudják elvinni nekünk. Roland? Hát igazából ugyanúgy a Csereibe fogadjuk az adományokat, de ami az utcán élő hajléktalanoknak szüksége lenne, az a pokróc, a tartós élelmiszer, igazából ezeket, meg hát a Szilvi is, ahogy elmondta, a telefonszámunkat 024-be hívhatják, a 70-es 333-66-10-est, és akkor felveszük. Ha esetleg nem tudjuk azonnal felvenni, mindenképp visszahívjuk, aki hívott minket.
Igen, mert van, hogy véletlenül ügyintézésben vagyunk, vagy kórházban vagyunk valakivel, vagy bármiféle, és de egy pár percen belül mindig visszatelefonálnak a kollégák, hogy tudjunk a hívott féllel beszélni. Jaj, nagyon szépen köszönöm Váli Szilvia szakmai vezetőnek és Karlé Roland utcai szociális munkásnak, a Mirai Vallási Közhasznú Egyesület képviseletében, hogy ismét ellátogattak hozzánk, és tényleg mindannyiunk számára megnyugtató hírekkel szolgáltak így a felelős hajléktalan ellátás témakörében. Köszönöm. Mi megköszönjük a meghívást. Köszönjük szépen.